Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Elég sok kritikát kapott az elmúlt napokban Jeszenszky Géza, volt nagykövet, jelenlegi nagykövet, volt külügyminiszter. A Corvinus Egyetemen tartott előadásán, illetve az előadásai alapját képező jegyzetében szerepel egy olyan mondat, idézem, azért van, hogy oly sok roma szellemileg leépült, mert a roma kultúrában megengedett, hogy testvérek vagy unokatestvérek házasodjanak, vagy akár anélkül szexuális életet éljenek egymással. Jeszenszky Géza van a telefonnál, jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, kedvesek! Nagyon sok támadás és kritika érte, a legkeményebbet szerintem zárjuk rövidre. Ön rasszista? Hát kérem szépen, engem elég sokan ismernek, azért elég régóta élek, és közéletben is, úgyhogy ennek az ellenkezőjét mondják, akik ismernek engem, és egyébként támadások mellett rengeteg mellettem kiálló levelet kaptam ismerősöktől, ismeretlenektől. Hogy mit mondanak önről, az egy nagyon fontos dolog, de ön mit mond magáról? Ön rasszista? Hát természetesen azért mondtam, hogy ellenkezője van. Egyébként az a könyv, ami 430 oldalon, azt lehet mondani, hogy a rasszizmus, az előítéletesség ellen szól, a nemzeti etnikai kisebbségek helyzetét mutatja be, történetileg is, és a jelenik hatóan. Ez pontosan arról szól, hogy ez micsoda veszélyt jelent, nem csak morálisan elizélendő, hanem ez egy politikai veszély, háborúk okozója. Ebben a könyvben ugye egy fejezet, egy előadás témája a magyarországi kisebbségek helyzete, és ezen belül 15 oldalon foglalkoztam a roma kérdéssel. Nem csak Magyarország, hanem az egész közép-európai régióban, sőt világméretekben. Ez a bizonyos megjegyzés, amit nem pontosan fordítottak, mert én szellemileg betegnek lehet fordítani, az, hogy mentally ill. Mentálisan sérült, vagy beteg, igen. Jó, igen, igen. Egyébként ezt orvosi szaklapok állítása alapján került be, talán szó szerint idézet is onnan eredt, és ez egy sajnálatos tény, amit egyébként a roma sajtóközpont is azzal mondjuk válaszolt erre még pénteki napon, hogy hát kérem szépen az arisztokratákról miért nem írom ezt? Hát én nem az arisztokratákkal foglalkoztam. Dinasztiáknál, arisztokratáknál, közösséges halandóknál is ez egy sajnálatos tapasztalat, hogy ha közeli rokonok házasodnak, abból nem törvényszerűen nem mindig, de szellemileg vagy fizikailag sérült utód szokott származni. Hát ne is mondja, akár 100 év magány is lehet ebből. De most nem erről van szó, igaz? Tehát arról van szó, hogy egy jegyzetben is, meg általában bármilyen tudományos munkában, különösen, hogyha nagyon súlyos problémákról ír valaki, és idéz, akkor nagyon fontos, hogy megjelölje a forrásokat. Milyen orvosi szaklap írja ezt? Igen, igen, mindjárt azt is megmondom, de ez egy tankönyv, egyetemi tankönyv, segédkönyv, amit nem egy kötelező kurzus, hanem az általam ajánlott kurzusra készítettem azért, hogy a diákjaim jobban tudjanak fölkészülni. Egyetemi tankönyvekben ismerheti, hogy általában nem szerepelnek a források, ez nem egy tudományos közlemény, nem egy tudományos munka. Én elég sok tudományos munkát írtam, nagyon pontos lábjegyzetekkel. Ez egyébként a forrásokat többen könnyen kiderítették, többek között korábban külügyminisztérium által kiadott részletes tájékoztatás. Ami pedig a konkrétet illeti, itt van előttem a Journal of Medical Genetics egyik absztraktja, mert ugye a tudományos közleményekről az interneten csak a kivonatot olvasható, és a Lancet című híres angol folyóirat 1987-es számában három szerző munkája. Mikor, bocsánat, az évszámot nem hallottam. 1987. 87-es. Én biztos, hogy ezekbe ütköztem, vagy ezek alapján készült írás alapján került be ez a mondat, de egyébként azért hozzá kellene tenni, mielőtt akár ebbe belebocsátkozunk, hogy maga az egész 15 oldal az, hogy nem, hogy rasszista, vagy annak az a lényege, hogy ennek a problémának a valódi súlyát, a magyarországi problémát is specifikusan bemutatom, és hát aki ezt elolvassa, az csak az ellenkezőjét, ennek a problémának a megértését, az áldozatok, a cigány szegénység, a betegségek, stb.
ezeknek a megértését olvashatja ki ebből is az, hogy ezen kell változtatni. Persze, ebben igaza van, tehát az egészet, csak... mindjárt visszaadom a szót ennek, tehát az egészet és egészében kell ezt olvasnunk és figyelnünk, ebben igaza van. De ez most nem egy mondat, amelyet kiragadtunk a szöveg környezetéből, ez a megállapítás szerepel a romákról szóló összeállításban. És értem a célját, és megmondom őszintén, én nem feltételeztem önről, mivel elég régóta ismerem önt, azt, hogy valamiféle gyűlöletet szeretett volna szítani egy egyetemi jegyzetében. De egy ilyen sommás megállapítást szerepeltet egy egyetemi jegyzetben, és én nem látom ott az idézőjelet, nem írta oda, hogy orvosi szaklapban genetikusok állítják ezt, mert akkor mindjárt védhető lenne a dolog, hogy ez nem az ön véleményed. Ön tényként közli, hogy a romák, a magyarországi romák vérfertőzésben élnek. Hát először is itt nem a magyarországi romákról szól ez a megjegyzés, itt a szövegben is az szerepel, hogy a roma kultúrában létezik ez, ahogy volt az ókori görögök kultúrájában, éppen valaki felhívta a figyelmemet, hogy Krétán, ez olyan gyakori volt, hogy a kretény szó, az a jelenség, az ebből az származik. Tehát ez egyébként ez a két említett publikáció, és hát nyilván több ilyen van, egyik amerikai vizsgálat alapján állítja az, hogy a vérrokonok közötti házasság, itt konkrétan azt mondja, hogy vizsgált 20 közül 13 ilyen eset volt, és abból itt elég nagy arányban beteg utódok származtak. Nagykövet úr, ebben is igaza van, de már nincsenek minotauruszok, már Ariadne se húzza a fonalát. Krétai kultúra, mint olyan, az nagyon sok mindennek a bölcsője. Ismerjük, szeretjük, kötelező tudni. De ezzel nem magyarázható az, hogy ön a jelenkorra, jelen közösségre, a cigányokra azt írja megállapításként, hogy vérfertőzésben élnek. Az, hogy voltak ilyenek a történelemben, ezt nem indokolja, hogy ezt a megállapítást meg tudja hozni. Igen, hát sajnos attól félek, hogy ön sem talán volt módja nyilván elolvasni, nem hogy a 431 oldalt, hanem ezt a 15 oldalt sem. Mert ugye ilyen kifejezés sem a vérfertőzés nem szerepel, sem pedig egy ilyen általános megállapítás nem szerepel de benne. Az, hogy azt benne, hogy testvérek... előfordul ez az eset, de és ez ennek ez a valószínű magyarázata. Hogyha valaki az ellenkezőjét mondja, hogy ilyen jelenség van, és nem mondja meg, hogy ennek lehet egy objektív oka, szerintem azt lehet esetleg rasszizmussal meggyanúsítani. Én nem tudom, én nem olvastam orvosi szaklapban ilyet. Hogyha ha ön azt mondja, hogy igen, ezt már neves rangos genetikusok kutatták, és van ennek a kutatásnak eredménye, akkor én azt elfogadom. Itt ebben csak az a probléma, illetve az a legnagyobb probléma, hogy nem látunk semmiféle hivatkozást, hogy ezt kiállítja, tehát innentől kezdve Jeszenszky Géza állítja a jegyzetében. Ezért támadható ön. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokkal jobban járt volna, hogyha odaírja, hogy ez tehát valami hivatkozási alapot. Nem gondolja, hogy akár utólag is nem gondolja, hogy így lett volna talán helyesebb? Igen, hát azért említettem, hogy ez a, én használok jegyzeteket, hivatkozásokat adott cikk után is, vagy előadás után van egy bibliográfia, maga ez a rész ugye nem kizárólag a roma kérdéssel foglalkozik, hanem a magyarországi kisebbségekkel, a nemzetközi reakciókkal, a nemzetközi jogi helyzettel, stb. Hát ha módja lenne megnézni ezt a könyvet, akkor azt hiszem, hogy nem csodálkozna azon, hogy ebben konkrétan ez az állítás nincs így idézőjelben. De egyébként sajnálom, persze. Az orvosi szaklap. Igen, de egyébként sajnálom, hogyha ezt bárki félreértette, elég nyilvánvaló, én tényleg azt mondhatom, hogy az életművemből, hogy én általában még a Pita partnereimet sem szoktam sértegetni, és valahol én nem vagyok képes tudatosan fájdalmat okozni. Úgyhogy hát ez sajnálom, hogyha valaki ezt így értelmezte, de én úgy gondolom, hogy ez egy mesterséges dolog volt, ugyanis ezt a könyvet nagyon, szóval pár száz hallgató kézbe vette, soha senkinek nem keltett megütközést. De most hallgatókban keltett ez megütközést, tehát ők hívták rá fel. Nem, ez nem igaz, ez egész biztos nem igaz, ugyanis miután két éve én nem tarítom ezt a kurzust, hát külföldön élek, tehát ma jut valakinek eszébe, hogy két évvel ezelőtt olvasott valamit. Markadt a kezébe. Na ezt látja, tényleg nem fogjuk tudni kideríteni. Viszont a hallgatói hálózat egy mai közleményében, és nem tudom, hogy ezt látta-e már, azt írják, hogy a roma közösséget bizony sértő kijelentést tett, és
nem ismerünk semmiféle, vagy nem ismernek semmiféle tudományos megalapozott bizonyítékokat arra, amelyeket ön állít és írt, és arra kérik az egyetem vezetőségét, hogy a könyvet az oktatásban ne használják a továbbiakban. Egyetért ön azzal, hogy például ezt a könyvet, ha már ilyen vitát generált, akkor hagyjuk és ne használják? Hát örvendetes, hogy itten cenzúrát követelnek egyesek. Ja, a könyv nem erről szól, és tulajdonképpen én nem gondoltam őszintén szóval azt, hogy akármikor, mikor ez megjelent pénteken ez a téma, hogy ebből ilyen vihar támad, és nagyon csalódást okoz, hogy egyes emberek ennek felültek, ugyanakkor nagyon biztató, hogy kiváló ismerős és ismeretlen emberek mennyire mellé válnak, és nem itten rasszistákra gondolok, akik nem is kérek olyan támogatást, hanem azt tartottam kezdettől fogva nagyon szomorúnak, hogy egy téma, egy könyv, ami egy világméretű problémáról szól, egy olyan problémáról, ami számunkra, magyaroknak különösen fájdalmas, hogy erről abszolút figyelemre, ezt figyelemre sem méltatják, hanem annak ezt az egy mondatát, és ebből akár az egész könyvet, vagy az én személyemet. Ez az egy mondata bizony része ennek a könyvnek. Az igaz, hogy a Raoul Wallenberg emlékkonferencián való részvételtől eltanácsolták ön? Tehát kérték, hogy ne jelenjen meg? Tehát hogy ne, ez igaz, miután följelentett engem az egyik előadó, akit éppen vetett ágyjal vártunk, barátként fogadva. Úgyhogy ez elég megrázó számomra is. Ő kicsoda, elmondja? Hát én ezt eddig nem mondtam, mert én is értelmesen óhajtottam árulkozni, ma elég sok interjút kellett adnom erről a témáról, de miután ezt, ha jól tudom, az Indexben megjelent a neve, akkor megmondom, ez Karsai László történész, Szeged Egyetemi tanár, akit meghívtak és meghívtam én, mondom, itt családjával együtt, vetett ágyjal, megfőtt vacsorával vártuk, amikor ezt a részvételt erre hivatkozva lemondta. Először azt mondta, hogy beteg, aztán pedig hát az, hogy hát ő nem tud szerepelni valakivel, akinek ezek a nézetei. Hát ezt én tisztelem egyébként, hogyha valakinek van ilyen meggyőződése, és egyébként ezt a mondatot is, aminek az eredeti megfogalmazását valószínűleg én tényleg valamelyik említett vagy hasonló publikációból vettem. Ugye ez de egy... tudja pontosan, hogy melyik publikációból vette? Azt nem tudom megmondani, mert... És a bibliográfiában sem szerepel ez a 87-es orvosi szaklap? De én van ebben az előadás jegyzetben, vagy az előadáshoz fűződő publikációban, ebben nem minden állítás van jegyzetelve, hanem további irodalom olvasmányok vannak, ahogy az általában az egyetemi oktatásban szokásos. Ami pedig, csak visszatérjünk, említette, hogy itten egyes hallgatók tiltakoztak. Hát az a hallgatóknál is az a furcsa, hogy legfeljebb ezt az egy idézetet olvasták. Nem is tudták volna egy szényen kézbe venni ezt a könyvet, bár egyetemi könyvtárban kapható. De miért gondolja, hogy ezt az egy mondatot olvasták? De nagykövet úr, érzi ennek az egy mondatnak a súlyát? Érzi, hogy nem idézőjelbet tett forrást, nem megjelölve egy megállapítást írt le, amiből mi azt gondoltuk, hogy ez Jeszenszky Géza megállapítása, és mind a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan melyik genetikai csapatnak, csoportnak, tímnek a megállapítása. Tehát, hogy ennek a mondatnak nagyon-nagyon nagy a súlya. Tehát, hogyha én most azt mondanám, hogy valahol olvastam a 80-as években, hogy az oszlói nagykövetek és családjuk, azok így genetikailag mind meghatározottak, és egy kicsit úgy a defekt irányába is hajlamosak. Valahol olvastam. Sose tennék ilyet, nem szabad. Hát azt hiszem, hogy azért ez elég furcsa párhuzam, de térjünk csak ide-vissza azért, hogy az idézet, szóval ha mondjuk fölmerülné az, hogy ezt a könyvet akár angolul, akár magyarul kiadnák, aminek én persze nagyon örülnék, akkor nyilván ezt is és sok minden mást az ember meg gondosan megvizsgál. Egyébként ugye ez nem egy szabályos könyvvárosi forgalomba kerülő dolog. Világos, egy egyetemi jegyzet. Annyit mondja meg, bánja, hogy ez így került bele? Hát ez természetesen nem egyszerűen azért, hogy most ebből vihar van, amint említettem, hogy én tanárként is hatni szeretnék, felvilágosítani szeretnék, jó irányba befolyásolni tanárok, diákokat, jövendő politikusokat, akiknek ez szólt. Úgyhogy azért mondom, hogy hát nyilván, hogyha most ezt újra kiadnám, akkor ezt megvizsgálnám, hogy idézzem-e, így idézzem-e, egyáltalán szerepeljen-e, hiszen, mint említettem,
maga az egész 15 oldalnak a mondani valója olyan, amiben egész biztos, hogy senki roma, nem roma, emberjogi harcos nem tud belekötni. Ez egy objektív bemutatása egy problémának. Azt is kérték már öntől, hogy kérjen bocsánatot a roma közösségtől. Megteszi? Hát kérem szépen, aki úgy érzi, hogy ebben megvan bántva, attól én bocsánatot kérek. Azonban azt tanácsolom, hogy olvass el akár ezt a konkrét 15 oldalt, és még inkább tanácsolnám, hogy olvass el az egész könyvet, mert a könyv szól egy fontos témáról, annak egy szelete a roma probléma, és ezekkel a problémákkal sajnos nem csak a magyar társadalom szembesül, hanem az egész világ, és ezeket a problémákat hát valamilyen módon kezelni kell, ahogy ezt nagyon jól tudjuk, hogy Magyarországnak is egy nagyon súlyos szociális és egészségügyi oktatási problémája a cigányok ügye, és hát a szegények ügye általában, és hát én tulajdonképpen ezt a fejezetet, ez egy második kiadás, második változata, ezt azért írtam be, mert ennek a problémának a súlya erősödött, és ezt szükségesnek tartottam, hogy erre választ adjak az érdeklődő diákoknak. Minden esetre, hogyha lesz harmadik kiadás, akkor várjuk a forrás megjelölést is. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt és tájékoztatott minket. Viszontlátásra!